Karcagi gépésztanulók versenyeztek, öltöz zöldbe, Petőfi kör, tájékoztató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 7-én 18 óra 5 perckor. Első és második helyet hoztak el a Szent Annai Sámuel Református Középiskola csapatai egy neves szakmai versenyről. Velük beszélgettünk. A Legyél te is agrárgépész országos és junior bajnokságra 15 csapat jelentkezett. A diákok az őszi fél év során 5 feladatot oldottak meg. Az így megszerzett pontjaik alapján kialakult sorrend szerint az első 6 helyen végzett csapat egy online elődöntőben mérte össze tudását. Innen a 3 legjobban teljesítő csapat került a döntőbe. Én személy szerint a versenyen inkább a rajzokba vettem ki jó magam a részt, és nagyon-nagyon élvezetes volt, nagyon érdekes. Ugye nagyon sok mindenről kellett ábrát rajzolni, működési elv szerint kellett lerajzolni egy adott munkagépet, és ugye nekem ez tetszett a legjobban a versenyben. Itt a csapatok egymás után körforgásban oldották meg a szakmai feladatokat, végül következett egy kvízjáték, amelyben agrár és pénzügyi kérdéseket kellett megválaszolni a játékosoknak. Ebben a feladatban mindhárom csapat egyszerre vett részt az online térben. A nyertes csapat a Pioneer Team. Dicsai Attila, Kis László Ádám, Nagy Pál, Ragályi Mihály, Szabó Sámuel Péter lett, akik szoros versenyben szerezték meg az első helyezést. Második helyen végzett a Kemény Mag csapat, Adamcsik István, Csala Dávid, Farkas Máté, Semsei Márk és Szabó Erik. Az első díjas csapatból Szabó Sámuel Péter elmondta, próbáltak arra ügyelni, hogy mindenki benne legyen a videóban. Eleinte próbáltunk arra ügyelni, hogy mindenki benne legyenek a videóban. Gépészeti részről ugye mi támogattam én is jó magam a csapatot, de például a videóvágásban nagy segítségünk volt Ragályi Mihály, aki még éjszakáján is itt ültek és vágták a videót, ami sajnos gyengeségünk volt ebben a versenyben. Gépészeti részről ő támogatta a csapatot, a videóvágásban nagy segítségünkre volt Ragályi Mihály. Hát igazából hobbi, így a versennyel kapcsolatosan kezdtük el a videóknak a készítését, és ahogy haladtunk a verseny során, egyre jobban belejöttünk ebbe a szinte már kedve támadt az embernek hozzá, és próbáltuk minél jobban kihozni belőle. Neked mi volt a kedvenc témaköröd, amiben te voltál a profi ezen kívül? Nekem a videóban a gépátadás, mint témakör tetszett, meg az ekebeállítás, váltóforgatós ekebeállítás. A verseny nagy tapasztalatot adott nekik, illetve a csapatot is jobban összekovácsolta. Hát az egész versenyt szeptemberben kezdtük el. Különféle agrotechnikai munkaeszközök és talajműveléses feladatokat kaptunk. Itt volt közte talajlazítás, szántás, volt gépátadásról is videók, illetve ugye ezeknek a pontszámain alapján kerültünk be az elődöntőbe, ahol első helyen tovább jutottunk a döntőbe, majd jeles helytállással meg is nyertük. A videó készítésen kívül a precíziós gazdálkodásból volt a legnagyobb felkészülés, de erőgépes témakör is volt. A Kemény Mag is nagyon szorgalmasan készült, végig ők vezették a versenyt, de a végig túl izgulták. Nagyon szorgalmasan készültünk végig mi vezettük a versenyt, elég nagy pontszámmal. Nem esett vissza az előnyünk az elődöntőnél sem, csak valahogy izgultunk mindig az elődöntőnél. Mint végig a döntőbe is izgultunk, és kicsit nehezebbnek tűnt a feladat. De átviseltük, és ezt a második helyetetlen megszereztük. Valamilyen szinten azért egy kicsit csalódottak voltunk, mikor megtudtuk, hogy mi lettünk a másodikak, de örültünk ennek a helyezésnek is, mivel mi még csak végzősök vagyunk, nem technikusok. A csapatnak jól sikerült átvészelni minden feladatot, melyek izgalmasak, de gondolkodósak voltak. Én vittem a hátamon a csapatot végig, de jól sikerült átvészelnünk minden feladatot, de azért elég sok energiát vett igénybe. Rengeteg tapasztalatot szereztek, ami a szóbeli érettségén segíti majd őket. A rutin mellett megtapasztalhatták azt is, milyen egy kamera előtt beszélni. Hát én rengeteg tapasztalatot szereztem, és a barátainkkal is azért valahogy csak jobban összekovácsolódtunk, tehát csak egy csapattá érettünk,
és én imádtam az összes pillanatát a versenynek, nagyon jó volt. De a legjobban azokat szerettem, amikor közösen elmentünk, és például megcsináltunk egy videót, majd összevágtuk, meg a feladatokat, mikor közösen megoldottuk, én mindegyiket, minden pillanatát. Megtapasztalhattuk, hogy milyen is mondjuk egy kamera előtt beszélni, tehát hogy amit utána látni fog, ki tudja hány ember. Tehát ez jó volt, igen. Farkas Máté a videókat vágta. Neki is újdonság volt, hogy mások előtt kell vizsgázni a sok online oktatás után. Minden témakört szerettem, kedveltem. A kedvenc feladatom a videókészítése volt. Ugye csapatként ott voltunk mindnyájan, folyamatosan videót készítettünk, utána én ezeket összevágtam. Nekem ez nagyon sok szakmai tapasztalatot adott, mind versenyen, szakmailag, mind videóvágásügyileg és minden másban. A Kemény Mag és a Pioneer Team felkészítő tanárával, Simon Gyulával beszélgettünk a versenyről. A Legyél te is agrárgépész országos versenyt másodjára sikerült megnyerni, illetve a második helyezést is elhozni. Ilyenkor a felkészítő lelke, az örül, egyik szeme sír, a másik nevet. Nem látszik rajtam, a szememen talán igen. Egyik sír, másik nevet. Ez sajnos az online formában történő verseny alkalmával kiütközött, hogy az egyik csapat majd kiugrott a bőréből, a másik pedig nagyon szomorú volt. A gyakorlati része nehezebb volt, azt tankönyvből nem lehetett megtanulni, bár a leírás egy része megtalálható, de a kétkezi munka nagyon hiányzik, mondta a szaktanár, aki bízott abban, hogy az országos döntőben a Szent Annai sok dobogósak lesznek. A végén minimális pontszámon múlott, hogy kikapott. Első, második, harmadik helyezést. Mindkét csapatnak szurkoltam. Egyik egyetemű. Egyetemű. Semmelyik csapatot nem részesítettem előnyben. Én a János Halmi csapatot nem láthattam online formában, viszont a két csapatot igen. Nüanszi különbség volt a kettő között. És a végén ki is terült, hogy tehát minimális pontszámokon múlott, hogy első, második, harmadik helyezés lett. A 13-osok tavaly is indultak, az elődöntőig jutottak. A Kemény Mag idén indult először, nekik jövőre még lesz lehetőség. Az ágazati szakmai vizsgára a csapatból két diák is bejutott az országos 15-ös döntőbe, valamint a 13-os csapatból is egy diákuk az országos szakmai tanulmányi verseny 18-as döntőjében vesz részt Csornán. Így van kiért izgulni a felkészítőknek, hiszen Simon Gyula mellett Nagy Zsolt József, Futó Lajos és Fischer tanár úr is segítette a gépészeket. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Szím óvodája idén is megszervezte az Öltöz Zöldbe programot. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetővel beszélgettünk. A rendezvény a tavasz kezdetéhez kötődik, a Szím óvoda, a Jász-Nagykun Szolnok megyei zöld óvodák bázis intézménye, és ennek keretében Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezető, a program koordinátora évek óta megszervezi ezt. A Szím óvodánk a Jász-Nagykun Szolnok megyei zöld óvodák bázis intézménye, és a bázis intézményi program keretében Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetőnk, a program koordinátora, aki ezt évek óta megszervezi, és most ebben az évben, abban a szerencsés helyzetben voltunk már most, hogy valóban tudtunk találkozni együtt Karcagváros óvodásaival, és így az óvodákból valamennyi kisgyermek a múzeumparkba sétált március 21-én, a napi egyenlőség, a tavaszi napi egyenlőség napján, és a tavaszvárás jegyében találkoztunk itt közösen együtt. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy valamennyi óvoda jelen volt ezen az alkalmon, a református óvodások is részt vettek Bíró Andrea tagovoda vezető vezetésével, és így valamennyi karcagi óv is együtt lehetett, együtt köszönthette a tavaszt, és hát úgy érezzük, hogy jól sikerült, hiszen igazán jó időt hoztak, és itt a tavasz. Ezen a napon minden gyermekem és felnőttöm volt valami zöld kabátka, sapka, körsár. Így zöldbe öltözött kisgyermekek serege érkezett a múzeumparkba. Az óvoda intézményünkben, amikor első alkalommal szerveztük meg ezt a programot, minden kisgyermeknek egy kis sállat és felnőttnek készítettünk, egy körsállat, és ezek is most előkerültek a szekrényekből, és a gyerekek magukra öltötték, és így a városba közeledve a zöldbe öltözött kisgyermekek serege érkezett a múzeumparkba, ahol közösen énekeltek, játékokat játszottak, verseltek, és egy nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk el ott együtt. Plusz Csillával beszélgettünk a Dériné színpadán a hangverseny előtt, amely a tárogató muzsika rejtelmeibe avatja be a jelenlévőket.
Köszöntöm nézőnket, Pósz Csillával beszélgetünk itt a Dérinél színpadán, hiszen hamarosan kezdődik egy hangverseny, a tárogató muzsika rejtelmébe avatják be a jelenlévőket. De mit kell tudni erről a programról? Ez a program ma délután, ahogy említette, a tárogatóról fog szólni, hiszen idén ünnepeljük a tárogatónak, a mostani reformtárogatónak a 125 éves évfordulóját. Ez azt jelenti, hogy annak idején Sunna Vencel József és Stovaszer János ebben az évben, 125 évvel ezelőtt adták be a szabadalmi hivatalba a újonnan elkészült tárogatót, és azóta használjuk ezt a hangszert, ami ma is itt a délutánon meg fog szólalni. Kik fognak ma itt fellépni? Kollégáimat hívtam a műsorba vendégszereplőnek, Csetreke Imre kollégámat trombitán, kapitány József kollégám gitáron, Dudás Enikő kolléganőm ütőhangszereken, Sebők Lajos tanítványom tárogatón, és a Karcagvárosi Önkormányzat polgármesteri hivatalának kórusa fog részt venni ebben a mai léleksimogató hangversenyben. És hát ez a hangverseny az első része a Petőfi 200 programsorozatnak városunkban. Így van, ennek a programsorozatnak a keretében valósul meg ez a mai délután, és természetesen az 1848-as szabadságharcból is fogunk idézni dallamokat, melyek ezen a gyönyörű szép tárogató hangszeren fognak megszólalni. Karcagon az északi és a déli városrészen jelenleg hulladékgyűjtő pontok üzemelnek. A gyűjtőpontok üzemeltetését az indokolta, hogy több utcában nem volt útalap, és ide nem tudott bemenni a hulladékgyűjtőjárat. Jelenleg az utcák már útalappal ellátottak, a hulladékgyűjtő tehergépjármű meg tudja közelíteni az ingatlanokat a téli és a nyári hónapokban egyaránt. Az érintett területek, az északi városrész, a Cserepes utca és attól északra fekvő utcák. A déli városrész a Nyár utcától délre. Ezeken a területeken a következő hónaptól bevezetésre kerül a házhoz menő gyűjtőjárat. A Karcagvárosi Önkormányzat a házhoz menő gyűjtés bevezetésével egy időben lehetőséget biztosít a lakók részére, a gyűjtéshez szükséges edények bérletére. Ez alapján a lakosságnak ingatlanonként egy darab 120 literes szürke, vegyes települési hulladékgyűjtésére alkalmas edény kerül tartós bérbeadásra. Az edények átadásának a pontos időpontja és a helyszíne a későbbiekben kerül hírelésre. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hulladék lerakó területén hamarosan elindul a vegyes települési hulladékok mechanikai előkezelése. Ez azt jelenti, hogy egy előkezelő gépsoron keresztül megy át a vegyes hulladék, majd azt követően kerülnek a különböző hulladékfajták kezelésre, ártalmatlanításra. Ennek a gépsornak a folyamatos és elakadásmentes üzemeltetésének az előfeltétele, hogy a rendes hetente történő kukás kommunális gyűjtőjárattal kizárólag a gyűjtő edény méretét meg nem haladó vegyes települési hulladékok kerülnek begyűjtésre. Az ettől nagyobb méretű hulladékok, lombhulladékok kizárólag a minden évben előre meghirdetett lombtalanítás során kerülnek elszállításra. A fentiek miatt a továbbiakban, akinek nincs gyűjtőedénye, annak a hulladékát kizárólag fóliazsákban tudjuk elszállítani. A műanyag szőtt textilzsákban, tápos zsákokban nem tudjuk elszállítani a hulladékot. Azok a zsákok, ha megbomlanak, feltekeredve elakadást okozhatnak a gépsoron, ezért az így gyűjtött és az ingatlanok elé szállítás céljára kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra. Akinek nincs kukája, annak kedvezményes lehetőséget biztosítunk a kuka edény beszerzésére. Ezzel kapcsolatban kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken. Telefon 59-es körzet 503-317 vagy 59-es körzet 503-318. E-mail info@nkkft.hu. Áll a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Közleményében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!